Sziasztok! Nagyon örülünk megint, hogy ilyen sokan vagytok. Én Kádár Bálint vagyok, a Kortárs Építészeti Központ elnöke. 4 éve próbálunk itt hiteles fórumot adni arra, hogy aki frissen, viszonylag frissen kezdi a szakmagyakorlást, az minél több információhoz jusson, első kézből valódi építészek, valódi vendégek, valódi szakmabeliek által arról, hogy mik a nehézségei és mik a lehetőségei ennek a szakmának és a társszakmáknak. És ma a alkotói folyamatba és a munkamódszereinkbe adunk egy kicsi betekintést. Na, és ezért jöttünk ma itt össze a 4. éve folyó Strassi Architektnek a mai eseményén, hogy itt mi 4-en erről beszélgessünk. Ez vagyok én, aki már bemutatkoztam. Akkor van Miri Balázs, aki itt képviseli, ma Szabó Leventével csinálnak egy a 7. műteremnek hívjuk. Méltán felfutóban vagy már felfutott építészirodát. Ő mindjárt bemutatkozik, mindenki bemutatkozik pár percben, kivéve engem, mert én túl sokat beszélek amúgy is mindig. Akkor itt van Balogh Csaba, Konkrét Stúdiótól. Ők is kollégáival maguk alapították ezt az irodát pár éve, és egész szép munkáik lettek. És itt van Kristóf, Tianyi Kristóf, aki pedig a 3AD építészirodát képviseli, és viszed. Hát képviseled, jó. Erről is lesz szó kicsit később. Tehát mi 4-en fogunk arról beszélgetni, hogy milyen ma egy viszonylag fiatal, logból álló, fiatalok által alapított irodában tervezni és alkotni. És akkor nézzük meg, hogy milyen irodát képviseltek, hogy így. Nem tudom, milyen sorrendben vannak bekészítve a diák, de gondolom, mi a nem dia van, teljesen mindegy. Ezért így jobbra haladunk, és Csabával kezdjük. Konkrét Stúdióról pár szót, légy szíves. Oké, Balogh Csaba vagyok, és a Konkrét Stúdió képviselem most itt. Ez a Gyulai Almási Kastély látogatóközpont épülete. Ez egy ilyen minta projektként is szerepel így gyakorlatilag, mert jelenleg a munkáinknak a 80%-a az ilyen műemlék hasznosítás és rekonstrukció. Ez általában kulturális funkció, vagy valamilyen közösségi használat, és ezek általában egyébként önkormányzati, állami vagy egyéb ilyen szervezeti beruházások. Ez például speciál önkormányzati volt. Ez a másik, még szintén a Földes Építész Irodában készült munkánk, Földes Lacival közösen, ez a Celdömölki Vulkánház, vagy látogatóközpont, ami ennek a teljes ellentéte volt egyébként, ez az álommunka kategória, amikor senki semmiben nem szól bele, és zöldmező van. Ez már Konkrét Stúdiós családi ház, ami azért lesz érdekes, szintén a témába vág, azért válogattuk. A mediterrán ház elnevezés az onnan jön, hogy a megbízó az azzal keresett meg minket, hogy szeretne egy mediterrán házat. Megkapta. És akkor innen kezdve tervek következnek. Most jelenleg olyan fázisban van az iroda, hogy terveket tudok mutatni. Ez Tűrje, egy premontrei zarándokközpont. A premontrei rendnek van itt ez a csodálatos középkori temploma. Hát a templom rekonstrukcióján túl van egy olyan elgondolás, hogy a régi majorság területén egy ilyen kulturális, turisztikai, vendéglátó és egyéb funkciókkal egy ilyen központot hoznak létre. Gyakorlatilag a régi beépítésből a magtár maradt meg éppen egyedül, és meg még egy szín épület, és akkor itt az egy ilyen játék lesz, hogy ebből hogyan lehet, hogy lehet ezt kiegészíteni és használni. Aztán ez Nagy Kanizsa, a Ferences Látogatóközpont, ezek ilyen vicces nevek, ezt így hívják mostanában az ilyen funkciójú épületeket, ahol sok ember megjelenik és valamit csinál. Részben múzeum, részben rendezvényház, részben szállások, mindenféle közösségi dolgok, szabadtéri színpad,
kert, park. A funkció az igényelte, hogy ki is egészítsük. Itt az alaprajzon is egyértelműen látszik, hogy mi a meglévő és mi a tervezett. Ez pedig Zalaegerszeg. Mincenti hercegprímás Zalaegerszegen volt plébános hosszú-hosszú évtizedekig, és ennek örömére itt Zalaegerszegen fog épülni egy központ, amiben egyébként egy kiállítás, egy életmű kiállítás is helyet kap, de ez is egy vegyes funkciójú épület. A földszintjén közösségi terek, az első és második emeleten vannak kiállítások, illetve itt mindenféle ilyen múzeumpedagógia, meg egyéb külsős használatú sokfunkciós termek, illetve a legfelső szinten egy ilyen vegyes használatú tér. A szomszédjában pedig a meglévő városi múzeum, és a kettőt együtt kell kezeljük. A régi épület felújításra kerül, a belsejében egy zsírúj várostörténeti kiállítással, és hát az, amit előbb mutattam, az új épületben pedig a Mincenti Központ. Köszönjük szépen! Sziasztok! Tihanyi Kristóf vagyok, és a Tuskán Péter kollégám által vezetett 3AD építészirodát képviselem ma este. A mi irodánk, ez elsősorban lakóépületekkel foglalkozó cég. A 3 évvel ezelőtti oda érkezésem előtt gyakorlatilag kizárólag családi házakkal foglalkoztak, és nagyjából azzal abban az időben, ahogy én ott elkezdtem dolgozni, így ezzel párhuzamosan bejöttek társasházi projektek, ilyen képen is látható, ilyen párlakásos, 3-4 lakásos beruházások. Ez egy nagyon érdekes és friss projekttípus, mert hirtelen mindenki rászabadult az építőiparra, akinek volt valamennyi mozgósítható tőkéje, és mindenki ezeket a léptékű házakat akarta építetni. És nagyon ilyen mély vízbe csöppentem azzal, hogy rögtön el kellett kezdeni így nulláról tervezni ott a telek, ott a geodézia fájl a projektmapában, és semmi más nincsen, és akkor hogyan áll neki a tojáshéj alapfenekén ott még az építész. És nagyon gyorsan rá kellett döbbenni, hogy mondjuk egy valós tervezési feladat az teljesen más, mint egy egyetemi, tehát rögtön a jogszabály rengetegbe belecsöppenni, meg a négyzetméterek, rögtön mindenki a gazdasági megtérüléssel hajszolja az őrületbe az ember, de aztán szép lassan belerázkodik az ember, és akkor azt hiszi, hogy már így egész jó, hogy az első projektje kezd összeállni. Ez lett az ilyen első nagy csalódás, mert ezt az építető hát kicsit máshogy építette meg, mint ahogy elképzeltük. Mostanában lett kész, és hát sírtunk. És rögtön ezzel párhuzamosan pedig el kellett kezdeni egy ilyen behemótot. A Balaton partján, Balaton lellén kértek meg, hogy egy ilyen nagyjából 8000 négyzetméteres társasházat tervezzünk. És itt volt egy pár ilyen papírra vetett, ilyen skicposzra vetett vázlat, nagyon-nagyon pici méretű, és arra már így rá volt bólintva, hogy ezt szeretnénk tovább fejleszteni, és akkor az első feladat, hogy akkor Kristóf, légy szíves, ebből most Archicadben dobjál össze egy modellt, hogy mit lehet összehozni. Hát nem lehetett nagyon, tehát ez egy hónap kínszenvedés után döntöttem úgy, hogy én akkor most csak azért is rajzolok valami teljesen mást. Nagyon érdekes volt látni, hogy milyen az építetőnek a hozzáállása, és hogy mik azok az ötletek, amiket elfogad, mik azok, amikről hallani sem akar, és hogyan lehet ezt így navigálni. Tavaly nyáron lett kész, nagyjából kevesebb, mint 2 év alatt megépült az épület. A homlokzat volt az egyik ilyen nagy hely, ahol ki lehetett teljesedni így kreativitásban. Nagyon-nagyon, hát mivel vízparti telek, ezért gondolták, hogy akkor legyen ilyen reprezentációs jellegű kicsit a homlokzat, úgyhogy el lehetett szállni egy picit, meg nagyon örültem. Családi nyaraló, ez meg Szántódon van, szintén vízparti. Nagy projekten megtanultuk azt, hogy mik azok a munkamódszerek, amik mondjuk működőképesek, mik azok, amik nem. És ezt pedig egy ilyen állatorvosi lóként kezdtem el kezelni, hogy főleg így informatikai oldalról, hogy hogyan kell úgy összerakni egy projektet, hogy az így az első vázlattól mondjuk a kiviteli tervig így minél jobban működjön.
és ez gyakorlatilag egy ilyen 3D-s modell alapú, majdnem BIM projekt lett, amivel aztán utána kinyertük így a későbbiekben használt ilyen irodai sablont. Ez egyébként most nagyjából így áll. Meglepően szépen dolgozik a kivitelező, ugyanazt csinálja, mint ezt a nagyházat. Úgyhogy nagyon örültünk neki. És utána, így ezek után, a projektek után kezdtünk igazán így feloldódni ebben az új léptékben, hogy társasház. És itt már így a kicsit szabadon kezeltük a tömeget, az anyaghasználatot, így bátrabban mertük, nem csak a fehér vakolatot mindenhova. De egyébként például ez a ház, ez Óbudán van, most épül ez is. Itt a forma az abszolút az ilyen szabályozás rengetegből nőtt ki, tehát a magas tetőnek a pontos paraméterei, meg az, hogy mekkora eladható lakás. És ezt egyébként, ha kicsit belerázódik az ember, akkor egész ügyesen lehet összehozni az építészettel szerintem, hogy szép is legyen, jó is legyen, és a hatóság is boldog legyen, a megrendelő is boldog legyen. Majd meglátjuk, hogy a lakók mennyire lesznek boldogok. Ez pedig a szomszéd telekre, vagy hát egybe lett nyitva az alatta lévő tereket is megvásárolt az építető, és egy pici verzióját ennek az előzőnek itt el kellett képzelni. Nagyon érdekes, hogy mi az, amit át lehet emelni. Gyakorlatilag testvér a két ház, és hogy mik azok a jegyek, amiket át lehet emelni, és mik azok, amikkel már másképpen kell bánni. Ez egy nagyon tanulságos kis projekt. És ez az eddigi kedvenc projektem, ez Rózsadomb. Nagyon szigorúak a városnak a követelményei, és tehát Rózsadombon, hogyha egy kerti kis kunyhót fel akarsz húzni, akkor az összes szomszédot feljelent, és ezt úgy meg is tapasztaltuk, hogy rögtön elkezdtek tiltakozni mindenért. Néha jogosan, és akkor azt így be lehetett építeni a tervbe. Néha meg olyan kifogásokkal éltek, ami mondjuk az ő háza háromszor ekkora, és akkor ez a túlméretes. Itt is már így megpróbáltunk az ilyen finomabb részletek felé elmenni, így anyaghasználatban, meg a tömeget meg ilyen nagyon egyszerűre fogni, és mellette ilyen nagyjából meggyőző látványterveket csinálni, ami egyébként tök fontos, erről lehet, hogy még lesz szó később. Köszönöm szépen a figyelmet! Sziasztok! Billy Balázs vagyok, a Hetrik Műterem képviseletében. A Hetrik Műtermet Szabó Leventével csináljuk, illetve Szabó Levente vezetésével, és most három munkát hoztam el, ami az elmúlt egy év három projektje. Ja igen, hogy miért ezt a három munkát hoztam? Hogy szerintem baromi jól leírja azt a változatosságot, mind műfajilag, mind léptékben, ami az irodai munkákra jellemző. Itt a Kristóf kérdezte a beszélgetés előtt, hogy milyen középületeket tervezünk-e nagyrészt, hát nem, szóval, hogy így bármit, amit hoz az élet. És akkor az első munka az Lipcsei Könyvásárnak a magyar pavilonja, amit alapvetően a Collegium Hungaricum Berlin szervez az elmúlt pár évben, és az idei évben azt az alapkoncepciót találta ki a pavilonnak, hogy a Bauhausnak 100. évfordulója lesz, és ezt megelőzve 99. évfordulóra egy Bauhaus inspirálta kiállítóteret hozzunk létre. Mi erre a felkérésre egy olyan koncepciót fogalmaztunk meg, amelynek három alapállítása volt. Az egyik az, hogy nem tudom, jártatok-e már ilyen könyvásáron, ezek hatalmas területek, ez azt hiszem ilyen hét hatalmas csarnok egymás mellett, rengeteg kiállító, rengeteg ember, a kiállítás fele ilyen manga és komikon kiállítás, tehát nagyon diverz és ilyen nyüzsgő környezet. És mi az első állításunk az volt, hogy egy olyan teret létrehozni, vagy egy olyan olvasóteret létrehozni, ami ebből ki tud szakadni. A második, hogy a Bauhaushoz nem formai alapon nyúlnánk hozzá, vagy idéznénk meg, hiszen az szinte korlátlan lehet, vagy korlátlan lehetőséget rejt. Illetve a harmadik pedig az egész pavilonnak az ilyen Gesamtkunstwerk jellegű megközelítése, hogy a különböző
részletek, az anyagszerűség, a tipográfia, társadalmi részletek bevonása együtt tudjon élni ebben a pavilonban. Ehhez találta Levente egy szép idézetet, ami inspirációval szolgált a pavilonhoz, illetve később, mint a pavilon jelmondata is megmaradt. Ez Walter Gropius levele Weininger Andornak. Maga a pavilon az nagyjából így nézett ki. Ez az egyik csarnoknak a közepén, egy 40 négyzetméteres pici terület, ami egy gyakorlatilag egy saroktelek, amiről nem lehet tudni, hogy bal oldalt, illetve jobb oldalt mi csatlakozik hozzá, és ebbe kellett valamit kitalálni. A pavilon elég egyszerű, van egy jelalakú fal, ami sűríti azokat a ilyen funkcionális igényeket, ami kell ennek a pavilonnak a működéséhez, és ezen kívül pedig létrejön maga az a tér, ahol a könyveket be tudják mutatni, illetve a könyveket kézbe lehet venni, ez az olvasótér, és ezt az egészet egy 7 méter magas kétrétegű függöny választja el. Ez az alaprajz, ez csak azért vetítem, hogy belül 45 darab könyv volt kiállítva, kiemelve ebből 15 ilyen pici bútor darabokon, aminek a koncepciója egyértelműen az volt, hogy könyvet kezünkbe véve, annak helyére leülve bele tudjunk lapozni, bele tudjunk olvasni. És pár fotó még, Danyi Balázs fotói. És ez maga a bútor, amit csak azért vetitek, hogy ez az összművészeti dolog, vagy ez a részletekben gondolkozás, illetve a polgárdiákos által tervezett ilyen kis matricák, amik a könyvek lenyomatát jelölték, azok nagyjából így néztek ki. A megépülésig, illetve a könyvásárig követtük a pavilont, tehát a kivitelezővel hosszas egyeztetés, több függönyanyagot próbáltunk, kísérleteztünk, mire ezt el tudtuk érni azt a hatást, amit szerettünk volna. A második projekt, amit szeretnék mutatni, az egy teljesen léptékében műfajában eltérő a Corvinus Egyetemnek az új kollégium épülete, ami egy országos tervpályázatnak indult, ahol első díjat nyertünk, és utána most készültek el nyáron a kiviteli tervei az épületnek, remélhetőleg jövőre vagy idén ősszel épülni fog. Ez a Tucor utcában egy foghételek. Az alapkoncepciónk az udvaros világnak a folytatása, illetve tovább gondolása, azáltal, hogy a meglévő tűzfalakat letakartuk beépítéssel, az udvarokat szabadon hagytuk, ezáltal átjárhatóvá vált ez a tömb. Ez a földszinti alaprajz, ahol mindenféle közösségi funkciók és üzemeltetési funkciók kaptak helyet, és az emeleti alaprajzok pedig alapvetően egy elég szigorú struktúrában működnek. Minden alaprajz egy picit más, ezek az összekötő hidak ugrálnak egyik oldalról a másik oldalra. Ez eredményezi azt, hogy ez az átlátható udvar egy picit így fel tud szakadni. És így alakul ki remélhetőleg ez a belső világa, az a belső látvány az udvarban. És hogy ez az egész mennyire más, mint a lipcsei pavilon, hogy ez egy baromi nagy négyzetméter harc, illetve létszámharc, az egyetem szeretne egy bizonyos számú embert itt elszállásolni, másik oldalról mindenféle szabályozás ezt korlátozza, és gyakorlatilag egy matek példa eredményeként kialakulnak ezek a kollégiumi szobák, és ezeknek a kollégiumi szobáknak a sorolásából pedig kialakul az épület. Amelyek a homlokzatát próbáltuk egy kicsit barátságosabbá tenni, ezek egy ilyen perforált fémlemez burkolatot kapnának. A harmadik projekt, ami egészen friss, pénteken, szombaton készült el, vagyis hát folyamatban van. Ez a tanszéki terv 2, a középületterzés tanszéken most futó tárgy, amit a Leventével és a Major Zolival csinálunk közösen. Maga a kiírás az Badacsonyhoz kapcsolódik, két helyszínt dolgoz fel, az egyik egy munkatábor, a másik pedig egy pálos kolostorom bal oldalon. Ezek egymástól nem olyan messze, találhatóak a Badacsony hegyen,
és maga ez a páros kolostorom, ebből semmi nem maradt meg. Annyit tudunk róla, hogy Guzsik készített egy skiccet. Nyilván kutatások alapján is, a megmaradt kolostorom kút alapján, leírások alapján, hogy itt vajon milyen épület állhatott, és ezért találtuk ki azt, hogy kitűzzük ezt a Guzsik skicből készült alaprajzot a helyszínen, és nagyjából ez így néz ki az erdőben, és akkor ezt szépen körberajzoltuk fénnyel. És ugyanez konkrétan, vagy közvetlenül nem kapcsolódik az irodánkhoz, de azért gondoltam elmondani, vagy mondani róla pár mondatot, mert az egészen meghatározó az irodai életünkben, hogy a Levente főleg, én egy picit, de hogy az egyetemen is oktatunk, vagyunk valamennyit, és ez a hetünk egy részét elveszi. Köszi. Arról fogunk beszélgetni, hogy végül is hogyan alkottok. Na most, mivel ti csak részei vagytok egy nagyobb csapatnak, az első kérdésem rögtön inkább a iroda alkotói összetételéből ered. Hány ember dolgozik összesen, és ebből mennyit tekinthetünk olyannak, aki a tervezésben aktívan vesz részt? 11-en vagyunk, ha jól számolom, bár ez ilyen eléggé változó. Adott ugye az alapstruktúra, mi négyen alapítottuk a céget, és mind a négyen gyakorlatilag mi vagyunk a vezető tervezők. Mi igyekszünk egy olyan rendszert működtetni, ahol tulajdonképpen mindenki tervez valamilyen szinten. Úgy próbáljuk ezt a dolgot megoldani, vagy kezelni, hogy nyilván aki kezdő, vagy még a tojásé a fenekén van, ő kisebb feladatokat kap, akár egy kisebb feladatnak a részfeladatát, de mindenkitől elvárás, hogy gondolkodjon és önállóan csináljon valamit. Most nem olyan régóta próbálkozunk egy ilyen rendszerrel, hogy mindenkinek van egy kis saját feladata, amit önállóan visz, és akkor azt folyamatosan konzultáljuk. És ezen kívül vannak olyan nagy projektek, amit meg igyekszünk közösen néha kiértékelni. Egyébként nyilván azokat jellemzően a léptéküknél fogva is mi irányítunk, de az a cél, hogy mindenki bevonuljon ezekbe. A négy főből hány év, hónap alatt lettetek 11-13-an? Három. Hát négy éve van az iroda, egy évig nyomtuk négyen nagyjából, most pontosan nem tudom, de körülbelül. Két éve vagyunk az új irodában, ahova úgy költöztünk be két éve, öten vagy hatan, hat-heten, hogy úristen, itt fogjuk kergetni egymást, nem is találkozunk majd, most meg azon gondolkozunk, hogy fogunk még valakit leültetni. Kristóf, nálatok hogy van ez? Mi egy picit a másik végelet vagyunk, mert mi négyen vagyunk összesen. És ez úgy nézett ki eredetileg, hogy a Péter két barátjával, két évfolyamtársával alapította a céget még, amikor alapította. És amikor én oda kerültem, akkor ilyen fiatalabb, két fiatalabb építész dolgozott vele, akik szép lassan ki is rotálódtak onnan így egy-két év alatt, és akik ugye a helyekre kerültek, az így a mostani állás szerint ők kicsit ilyen műszaki beállítottságúak, és így nálam landoltak az ilyen kreatív feladatok. Az elején ez úgy nézett ki, hogy ilyen belső pályázatok voltak nagyjából, tehát volt egy projekt, akkor odaadta a hármunknak, hogy mindenki csináljon egy nap alatt valami koncepciót rá, és akkor abból kiválasztottuk, hogy melyik lenne az ideális. És valahogy így én csöppentem bele ebbe a koncepciótervezés dologba. Péter pedig ilyen picit, mint egy konzulens úgy áll hozzá a dologhoz, tehát így mindig van inputja, de egy csomó mindent pedig rám tud hagyni, és ennek nagyon örültem, mert ez egyrészt egy nagyon-nagyon mély víz volt az elején, másrészt meg egy hatalmas lehetőség. Mondhatjuk, egy olyan légkörbe kerültél, ahol így, na jó, akkor mutasd meg, mint tervező, belettél vonva majd, hogy nem, mint tervező partner.
Igen, tehát hogy a kreatív oldalát ezt nagyon, nagyon komolyan kellett vennem, és nagyon meg kellett tanulnom nagyon gyorsan azt, hogy az építtetőnek az igényei, ugye neki az ilyen megtérülési, meg gazdasági igényei, a városnak, a településnek az igényei, azok mind ki legyenek elégítve, és a műszaki oldalról is tökéletesnek kell lenni, tehát olyan nincs, hogy a design az mondjuk rányomja a bélyegét az épület szerkezeti megoldásokra, hogy mert lehet, hogy amikor átadják, akkor még szép, de hogy 3 év múlva szétesik a ház, akkor nem volt értelme az egésznek. És mondd is, hogy ez akkor így kicsit a saját ambícióid is, tehát hogy így igazából így gyorsan nősz fel ugye ebbe az irodába, és így kb. Lassan tervezői partnernek érezheted magad ugye Péter mellett, de hogy akkor ez, hogy látod a jövőt? Én úgy gondolom, hogy igen, a csapatszellem terén egy picit hátrányban vagyok, mert nem volt ez az ilyen 4-5-en összeülünk, és együtt csinálunk mindent. Egy nagyon jó kiindulásnak gondolom ezt, hogy én ezt a 3 évet ezt itt töltöttem, és ennek emellett meg az is igaz, hogy vannak olyan területei a szakmának, amikre még nem volt rálátásom. Hogy működik ez a hetedikben? Mi is volt az alapkérdés, hogy hányan vagyunk? Ugyanezek a kérdések, igen. Hát alapvetően most 4-en vagyunk, de a hetedik műteremben ez szerintem mindig változik. Tehát voltunk már 2-en is, talán volt a Levente egyedül is, és voltunk már 10 páran is. Projekt függő, tehát kicsit a projekt alakítja az irodai környezetet. Most jelenleg 4-en vagyunk. Nincs feltétlenül olyan, hogy rajzoló, hanem mindenki tervez. Nyilván, hogyha megrajzolom skizbauszon, és azt kell beszkennelni és átrajzolni, az már nem, de azért ettől távol áll a hetedik műterem. Azon kívül inkább az a jellemző, hogy a feladatoknak megvan a gazdája, és én úgy, most ez nagyon nyers, de egy ablakkonszignáció is tervezés, lehet tervezés, mert nem mindegy, mit rajzol le az ember, és azt hogyan rajzolja le. A kreatív tervezőirodák úgy működnek, hogy kreatív embereket keresnek továbbra is, és mindenki, mint tervező működik. Szerintetek ez kell a mi szakmánkban, mint motivációt? Hát szerintem mindenki, minden ember teljesen más, tehát valakinek kell ez, és ettől érzi jól magát, valaki pedig teljesen boldog, hogyha klasszikus értelemben vett rajzoló. Alapvetően szerintem egy ilyen kis létszámú irodánál nem lehet így széthúzni a feladatokat. Te vagy az építész maga, aki alkotó, az mennyire tervez a saját hitéből, mennyire se tervez a világnak, mint az építésztársamnak vagy másnak, hogy így elismert legyen, és mennyire tervez csak azért mondjuk, hogy megéljen belőle? Hát mind a három együtt, gondolom. Nyilván a megrendelő a legfontosabb, mert hogy neki készül a projekt, de azt úgy gondolom, hogy az, hogy önellentmondásba jusson valaki, az egy szomorú dolog, vagy azt próbáljuk kerülni. Előfordult? Nem. És mi is volt a harmadik? A külvilág felé. Azt hiszem, ez is biztos van, de valószínűleg ez nálam a legkevésbé fontos. Szerintem a lakó épületeknél, mert az egész gyakorlatilag egy ilyen nagyon piacorientált szegmens, ott azért mindenképpen az építető az elsődleges szempont, de ezt tudni kell úgy megoldani, hogy az ő igényei ki legyenek elégítve, hogy tényleg, ahogy a Balázs is mondta, hogy biztos, hogy ne kerüljünk ellentmondásba. Én azért érzem úgy, hogy valamikor ez mégiscsak sikerült, hogy elgondolkoztam, hogy tényleg ez a jó út-e, de ez egy ilyen elég könyörtelen része tud lenni néha, és tapasztalat kell ahhoz, hogy ezt így el tud navigálni, hogy akkor most mindenkinek jó legyen. De bennetek van a irodában olyan ambíció, hogy akkor jó, főleg lakóépületeket csináltok, de hogy ebből akkor valami olyat, ami a megrendelői igényen, a minőségen, az, hogy mindennek, tehát hogy valami egyedi arculatot adjatok például az irodának? Tehát ez igen, nekem, hát mondjuk úgy, hogy múlt időben biztos, hogy igaz,
És én úgy érzem, hogy kicsit most kezdem ezt meghaladni, hogy annyira nem az érdekel, hogy most jól mutasson az újságban. Köszi. Csaba, mi a fontos? A pénz, a PR, vagy az ego? A pénz. Mi is igyekszünk az elveinkhez ragaszkodni, tehát szerintem az a legeslegelső. A megrendelő is fontos, de igyekszünk a megrendelőt is irányítani. Tehát a megrendelő azért jön szakemberhez, mert ő nem feltétlenül az. Tehát a megrendelőnek nincs mindig igaza. Ettől függetlenül vannak olyan projektjeink, amit nem biztos, hogy itt most kivetítenénk. Tehát, hogy ezt így ugye nehéz szétválasztani vagy kezelni. Én egész biztos, hogy magamnak tervezek, tehát nem érdekel az se. Annak örülünk persze nyilvánvalóan, hogyha mondjuk jó a visszhang, de hogyha esetleg nem, akkor nem örülünk annyira, de szomorú nem leszek tőle. Nem tudom, hogy Csaba, mi a tapasztalatod, de kell-e neked küzdeni, vagy kell-e egyáltalán küzdeni a Pinterest jelenséggel, mármint hogy a fiatalok jönnek, és meg akarják mutatni magukat, hogy jót tudnak, és akkor adsz nekik egy tervezés felül, te is mondtad, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen megoldások vannak erre, és akkor jön az, hogy jó, hát akkor nézzük a Pinterestet, vagy valami hasonló fórumot, hogy mik vannak, és akkor na innen ez a zöld fal, onnan az a Cortana cél, és akkor így összeraknak valamit, ami tényleg trendinek és frissnek hat, mert olyanok a példák, de azokat mutogatják, és hogy szerinted ez jó, normális, harcolandó, mert gondolom a előbbző válaszokból, hogy ti megpróbáltok valami belső egyéni tervezői ambíciót mutatni. Ugye tőletek főleg az a kérdésem, hogy egyáltalán ez a jelenség felüti-e magát egy ilyen kisebb műhelyben. Mi az a Pinterest? Jó válasz. Ez egy jó dolog egyébként, tehát hogy ezt mi használjuk, csak ésszel kell használni. Ez ugyanolyan, mint amikor én voltam egyetemista ezelőtt évszázadokkal, akkor ugye az volt a mondás, hogy persze jó a folyóirat, meg minden, csak az nem azért van, hogy onnan kell így ollózni, hanem onnan inspirációt kell szerezni, és aztán ugye ki kell találni a tutit. Ti hogy vagytok ezekkel az új médiákkal, és miből inspiráltok? Folyóiratokból még mindig? Vagy ott van a Pinterest, vagy valami más? Hát az én életemben is megvolt ez a Pinteresthez folyamodás, meg a digitális, tehát hogy onnan a legegyszerűbb egyébként, tehát ott az internet kinyitod a böngészőt, és akkor ott kapod az inputot, de talán fontos is, hogy így az ember így képben tartsa magát, hogy mi folyik odakint a világban, mert azért nem lehet minden hétvégén tanulmányútra járni. De tényleg az a fontos, hogy ne az legyen, hogy akkor most hozom azt az erkét és rárakom a házra. Volt olyan, hogy például anyaghasználathoz, igazából látványtervezéshez használtam én sokat, hogy tudtam, hogy itt egy felület, és ezt szeretném valahogy elérni, és akkor így a nüanszokat így vizuálisan így lekoppintani csak a látványhoz, de az építészeti formáláshoz azért inkább mindig azt találtam meg, hogy mi az, amit én máshogy csinálok, mint amit a képeken látok. De egyébként ami nekem elsődleges inspiráció az, hogyha véletlenül kiszabadulok valami olyan környezetbe, ahol így élőben láthatok olyan dolgokat. Jó, már készítem is be a következő kérdést erről. De először nézzük meg, hát ha mondás. Hát szerintem a Pinterest az inkább csak egy ilyen közbenső eszköz. Nem, eddig az estéig nem tudtam, hogy van ilyen, hogy Pinterest jelenség, de hogy hát Pinterest az így van, ugyanúgy, mint a Google, meg a ezer más dolog. De 20 éve vagy 10 éve nem voltak ezek. Igen, hát fejlődnek az eszközök, de hogy szerintem ez nem a folyóirat helyett van, ez egy teljesen más platform vagy eszköz. Van például egy baromi nagy különbség, tehát folyóiratban lehet olvasni is. Pinterest az szerintem alapvetően egy kereső dolog, amivel tök jó dolgokat meg lehet találni viszonylag gyorsan, könnyen, és aztán, hogyha valami érdekes, akkor annak utána lehet menni. És szerintem itt dől el az, hogy összeollózásról van szó, vagy esetleg valaki
mélyebben megismer valamit, és akkor inspirálódik valahogyan. Mint itthon gyakorló irodák, mennyire érzitek a itthoni környezetet korlátozónak? Ugye, és most az alkotásról beszélünk, kreativitásról. Mennyire érzitek azt, hogy túl sok mondjuk az olyan megrendelő, aki nem teszi bele azt a másik oldali energiát, amit egy jó projekthez kell? Mennyire érzitek mondjuk a magyar közbeszerzések urambátyám vagy ismerősi rendszerének elkerülhetetlen realitását? Hát nyilván, hogy korlátoz. Tehát mi is mindig arról álmodozunk, hogy úr, de jó lenne most, hogyha most ezt a feladatot nem itthon kaptuk volna, hanem teszem azt, nem tudom, Svájcban, vagy Hollandiában, vagy valahol máshol. Hát nem tudom, jó vagy nem jó, de hogy ez van, és itthon kell kreatívnak lenni azokkal az eszközökkel, ami itthon van, és egyébként nyilván annak kell feszegetni a határait. Tehát szerintem ez a megoldás, hogy mindig tekerünk egyet a kivitelezőkön, mindig még olyat tervezünk, amin egy kicsit kapaszkodni kell, és aztán ez van. De szerintem itt mindig is ez volt, tehát hogyha belegondolunk. De ez egy jófajta versenyhelyzet, mert ugye ami meg hiányzik, az a valódi versenyhelyzet, hiszen gondolom ti is nyertetek már magyar beszerzéseket, közbeszerzéseket versenyhelyzet nélkül, mint ahogy általában mindenki. És nagyon kevés egyébként, meg a méltatlanul kevés a tervpályázat, vagy ez olyan dolog, amikor nyíltan szakmailag kell versenyezni. Ez nem hiszed, hogy egy korlátozott tényező a mi szakmagyakorlásunkban? A fejlődésben? Nem. Na, ez érdekes. Tehát én szeretem a tervpályázatokat, egy időben rengeteget indultunk mi is, és egyébként, ha egy szusszanásnyi időnk lenne, akkor most is indulnánk, mert baromira kéne. Nagyon kevés van. Most egyébként több van, de kevés van, igen. Amikor én kezdtem, egyébként sokkal több volt valóban. Évente 75 volt Magyarországon. 75 építészeti tervpályázat. Így éveken keresztül számoltuk. Aha. Jó, most nem tudom hány van, de a Kálmán Ernőnél is pályázaton nyertünk az összes nagy munkát, amit be én részt vettem. A Lacinál is pályáztunk, aztán a Csőd Szélén is pályáztunk 2010-ben. És most meg nem pályázunk, mert annyi munka van, hogy nem érünk rá pályázni. De ezen szeretnénk változtatni. Az iroda profiljából adódóan nekünk így a közbeszerzés az távolabb áll, meg az ilyen nem közbeszerzés is. Egyszer-kétszer olyan munkák, amiket így elvállal az iroda, mert így kell, de igazából szerintem nem nagyon bánja senki más, hogy nem ők kapták ilyen jó kis energetikai felújítások, amik becsúsznak. De így a fő profilunk az mindig ilyen referenciák alapján történő megbízás. Az, hogy a hazai környezet mondjuk így az építetői meg a kivitelezői oldalról mennyire korlátozó, az arra azt mondanám, hogy mindenképpen érzünk egy ilyen nyomást, hogy így leszabályozzák, hogy mit lehet, főleg gazdasági alapon. De ez így hozzá lehet igazodni, és akkor a kivitelezővel is el lehet boldogulni, hogy nem fogok olyan dolgokat kérni, amit tudom, hogy esélytelen, és akkor valamit összeszenvedünk, és biztos, hogy rosszul csinálja meg, és akkor minek? Akkor már egyszerűbb megoldás is működőképes. Illetve az építetőknél, mondjuk például a családi házas építetők egy érdekes műfaj, mert ugye nekik így elég sajátos elképzeléseik vannak, hogy ők mit szeretnének, és nem biztos, hogy tudják, hogy miért szeretnék azt. Hogy működik nálatok, Malázs? Látsz ebbe különbséget? Hát szerintem Hetrik műteremnek a legtöbb nagy munkája az pályázat útján került hozzánk, aminek egy részében közöm nem volt, tehát még egyetemen koptattam az iskolapadot, de egészen hosszú projektek, tehát a Móri Zsigmond körtéri gomba, vagy a Soproni várkerület, az mind-mind 2009-es pályázat talán, és hát előző évig, vagy két évvel ezelőtt fejeződtek be, nem tudom pontosan, illetve Sopron azért mindig tart. Szóval ilyen direkt megbízás ez viszonylag kevés van, de ez gondolom összefügg azzal, hogy fiatal iroda, és ugye ha nincs portfólió, akkor portfólió alapján nehéz, és sajnos nincsenek politikus rokonaim, tehát ez is egy ilyen nehezítő tényező.
Ja, meg a kérdésed első részére reagálva, szerintem sose volt Magyarország Svájc, tehát vagy bármelyik nyugati ország, amit mondhattam volna, de mégis születtek remek építészeti alkotások, és szerintem az adott körülmények között, ha valaki úgy dönt, ami egy megint egy másik beszélgetés téma lehetne, hogy külföld vagy Magyarország, de ha valaki úgy dönt, hogy Magyarországon szeretne boldogulni építészként, akkor van egy adott környezet, és itt kell boldogulni, és szerintem bármilyen környezetben lehet jó épületet csinálni. A gyors kérdés az, hogy például voltatok-e vagy mentek-e az idei Velencei Biennálére? A hosszú kérdés meg az, hogy szoktatok-e olyat csinálni, és ugye kis irodáknál ez lehet, hogy egyszerűbb, lehet, hogy nem, mint nagy irodáknál, hogy közösen elmentek tanulmányútra. Ez lehet Magyarországon is, de hogy tényleg azt mondjátok, hogy na, most közösen fedezzünk föl, beszéljünk építészetről, nézzünk meg dolgokat, akár kikapcsolódásként, de egy kicsit így szakmai út. Voltatok-e külföldön közösen, vagy akár csináltok-e Magyarországon szakmai utakat közösen? Ha meg nem, akkor meg hogyan gondolja, hogyan veszitek föl a Pinteresten kívül, ami ugye sokszor se tudod, hogy ki csinálja, a világ fonalát ma? Tervezünk menni a Velencei Biennálére, még nem voltunk. Ilyen irodai kirándulások viszonylag kevés van, ez szerintem részben, bár kívülről lehet, hogy ez könnyebbségnek tűnik, hogy kevesen vagyunk, de lehet, hogy ez nehezebbé teszi, mert hogy kis iroda, és amúgy meg hát mindenkinek van saját élete, tehát még a szabad időt is együtt tölteni a napi 23 órán kívül, akkor az már lehet, hogy... De a viccet félretéve, amúgy a Leventével rengeteget jártunk közösen külföldön, meg építészeti példákat nézegetve, ami azért csak a Leventével és nem az irodával, mert az egyetemen sok közös projektben vettünk részt. Például voltunk pár éve, egy-két éve Vietnámban, ahol meg egyetlen építészeti példát sem néztünk meg, mégis baromi inspiráló volt, tehát nem feltétlenül a cságoli összes példát kell végigjárni Európában, hanem nyitott szemmel járni bárhol. Nálunk nem jellemző egyáltalán az, hogy tanulmányútra menjünk, ugyanaz, hogy kevesen vagyunk és nem nagyon tudjuk ott hagyni az irodát, szabadidőben meg szabadidő van. De én például így a magam részéről szeretek így el szaladni néha ilyen hosszú hétvégére valamilyen európai városba, és ott gyorsan körülnézni. És érdekes módon egy csomószor azt vettem észre, hogy összeírok egy listát ugye otthon, hogy ezt meg akarom nézni. És valami olyan fogja meg teljesen a figyelmemet utána, ami nem volt rajta a listán. Nem gondoltam volna, hogy ez ekkora hatást fog tenni rám. És egyébként a listán szereplőknek mondjuk a feléről kiderül, hogy ez így csak fotón néz ki jól egyébként, meg így... Hát... Velencei Biennálé? Nem volt még. Nem tudom, hogy lesz-e. Majd kitaláljuk, de most, hogy így mondod, hogy itt ül az egész iroda, köszi. Hát ez a világjárás, ez egyébként több síkja van, mert ahogy most szóba is hoztad, amikor az építész nyaral, akkor ugye nem a strandon ül, hanem ilyen idióta módjára így rohangászik a különböző látványosságok között a szakkönyvekből, meg folyóiratokból. Illetve hát ki így, ki úgy. Nálunk is van ennek különböző síkjai. Ugye az Ági és a Leventők, ugye egy építész pár, ez a súlyosbított helyzet, amikor nincs a másik fél, aki időként így visszaránt a valóságba. Hát ők úgy tudnak olyan túrákat csinálni, hogy igen, ők az ő élő folyóiratok. Hasonló helyzetben vagyok én, igen. Is ismerem. Én meg inkább olyan vagyok egyébként, hogy én még véletlenül se írok listát, és akkor ami úgy szembe jön, annak úgy megörülök. Egyébként meg általában az van, hogy így tökre inspiráló tud lenni, meg tanulságos, csak úgy egyszerűen látni egy helyet, tehát nem kifejezetten az ilyen kiemelt építészeti látványosságokat.
de ez úgy is jön magától. Aztán a másik sík, amikor úgy irodailag elmegyünk, és akkor ennek van olyan, amikor nem mindenki, csak mondjuk négyen, és aztán ezt nem régen úgy csináljuk, hogy irodailag is elmegyünk, és ez is ilyen tudatos dolog. És akkor hát hol itthon, hol külföldön, mondjuk a legmesszebbre eddig Pozsonyba merészkedtünk, és eddig ez az egyetlen külföldi útunk. Jó úton haladtok. Nagyon jó hely Pozsony, egyébként ajánlom mindenkinek. És hogy ezt úgy szeretnénk megtartani, ezt a dolgot, szerintem nagyon tanulságos volt és hasznos az egész. Illetve hát ilyen, van, hogy csak elmegyünk egy kiállítást megnézni, mert ugye mi elég sok ilyesmivel foglalkozunk, és akkor az is tanulságos. De tudatosan irodával mentek ilyen szinte tanulmányútra, stöppelyre. Igen. És ez segít akkor úgymond ezt a csapatépítést, tervezői közösségépítést? Hát remélem. Megnézem a listámat, hogy mi az, ami fontos, és nem beszéltünk róla, ugye a építészeti munkáról és alkotásról. Ugye az egyik ilyen, talán amiről már volt szó, hogy a projekteket hogy kezeljük, de hogy utókövetjük-e a projektjeinket. Ugye ez talán pár fiatal idrákról van szó, de mégis így látunk ki. Tehát, hogy a gyerek, akit nevelgettünk az asztalon, kirepül, vagy azért, mint egy ilyen idegesítő anyós, mindig a kezünket rajta tartjuk, ami lehet, hogy egy pozitív dolog ebbe az építészeti vonatkozásban. Igen. Volt két ilyen épület is, hogy talán ez az a pont, ahol a legjobban érzem én azt, hogy Magyarországon vagyunk, tehát ami az előző két kérdésre ezelőtthez kapcsolódik. Két középületről van szó, és akkor nem olyan tiszta talán a megrendelő, hogy egyáltalán ki is a megrendelő, hogyha egy önkormányzati épületről beszélünk mondjuk, vagy egy szervezetnek az épületéről, és akkor innentől kezdve nagyon nehéz utána szerintem mederben tartani az épület továbbfejlődését. És akkor ez például a Móli Zsigmond körtéri Gombánál elég sokáig művelte, főleg a Levente, hogy milyen átalakítások és milyen továbbélése legyen a Gombának. Aztán szerintem ezt egy ponton el kell engedni, és be kell fejezni az anyós szerepet, mert hogy baromi nehéz és szinte lehetetlen. És akkor nincs bennetek, vagy nem gondolod, hogy ilyenkor lehet a tervezőben, hogy nem elengedni, nem harcolni, és akkor új használó, stb., de akkor is, mert hogy különben elrontja. Tehát nem, jó, ez persze, ez kellene konkrét példák is, lehet, hogy a Gomba az még ma sem olyan rossz épület, lássuk be. Nem, hát szerintem harcolni kell abszolút, tehát mi mindent, amit meg lehet tenni, azt szerintem meg kell tenni, csak az erőviszonyok azért nem olyanok, hogy egy négyfős kis építésziroda kontra egy mondjuk elég jó kapcsolatokkal rendelkező vállalkozó, akkor darabig lehet ezt csinálni, aztán nem. Egyébként, amit mondasz, van, amikor szerintem eleve egy idő után károssá is tud válni, hogyha az építész bábáskodik. Erre van egy példám, de szubjektív, ezért elnézés az alkotótól, aki Bán Ferenc, és nagyon nagyra becsülöm, és az egyik főműve, amikor metabolista tudott lenni Nyíregyházán, és megcsinálta a híd alakú szuper műfázát, és ugye az utóbbi években újjáépítették. És az, amit, ahogy ő gondolkodott azon, hogy kezd rekonstruálni, az szakmai szerény véleményem szerint sokkal rosszabb volt, mint amit külsős, más erre a munkára pályázó, akár az előző, ugye ott volt több körtervezés, és aztán végül ő neki adták a munkát, ami tök jogos, hiszen ő itt tervezte, de azért eltelt vagy 40 év. És nagyon sokszor van az egy építészetében, és ugye mi még ezt nem tudjuk megérni, még én se így őszhajammal, hál' Istennek, hogy a fiatalabb kori éned és alkotásodnak a lényegét, mivel te folyton változol, nem látod át, hanem már csak a változás végeredményével szeretnél hozzányúlni, míg
a kortársak például a ifjú Bán Ferencet, aki mert Magyarországon metabolista lenni és más lenni, hatalmasat tudják értékelni, sokkal nagyobb alázattal tudtak volna a nyíregyházi műfázához nyúlni, mint ő, aki nem csinált rossz munkát, de mégis pont azzal, ahogy a hídszerűségét csökkentett a beavatkozásokkal, mindegy, ez egy másik téma, ez egy épületkritika, szerintem rontott rajta sokat önmaga a saját ötleteivel. Tehát, hogy van szerintem olyan is, de valóban, amíg még így az ember így tudja követni a dolgokat, sokszor jót tesz az, hogyha harcol. Ti, nektek van ilyen bármilyen tapasztalatok, épület követés, utóélet, megáll-e az élet, miután eldördültek a referenciafotók, vagy folytatódik? Hát mondjuk nálunk, hogyha mondjuk utóélet van egy épületnek visszafelénk, akkor az nem feltétlenül egy jó dolog, tehát akkor azt jelenti, hogy valamit elszúrtunk, de jobb esetben azért mondjuk csak olyan az utóélet, hogy mondjuk a Booking.com az folyamatosan nyomja nekem a reklámokat, hogy vegyek ki lakást nyárra abban a házban, és hogy milyen jó lesz, és vicces. Illetve mondjuk lakóépületnél ugye azt látjuk a városban is, hogy a lakók fogják utána az utóéletet belevinni, rárakják a rétegeiket, és ez alapból egy kritika az épülettel szemben. Tehát hogyha tele van olyan kis módosításokkal, ami látszik, hogy az utólagos, akkor valamit ott az építész nem gondoltát megfelelően, vagy egyszerűen tényleg elavult a dolog, de például az ilyen erkély módosítások, amik nagyon, nagyon jellemzőek. Tehát lehet ebből tanulni, vagy ez inkább egy olyan, főleg lakóházaknál, ahol hagyni kell, hogy az épület az színesedjen. Ugye nagyon sok ilyen példa is van. Ez két eltérő hozzáállás. Én mindenképpen szeretnék belőle tanulni, és szerintem így a későbbi projekteknél azért mondjuk azt, hogy figyelembe vettem ezt, volt olyan, teljesen azt mondtam, hogy nem érdekel, ez akkor is olyan lesz, hogyha 15 Disney töröl között terítenek rá, akkor is, de mindenképpen tanulságos. És el lehet fogadni egyébként, hogy hozzányúlnak, mindenképpen azt kell figyelembe venni, hogy minél kevésbé kelljen utána hozzányúlni. Hogyha igazán jó egy ház, és jó a struktúrája, és jó a lényege, akkor bizonyos dolgokat elbír, anélkül, hogy ettől bármi baj történne. És a másik az, hogy itt igazából azt látjuk, bárhol így szétnézünk a környezetünkben, hogy így szépen lassan amortizálódnak ezek az épületek, és akkor mindig jön egy ilyen nagy hóruk, hogy akkor visszaemeljük az eredeti szintre. Ez ilyen magyar dolog, nem? Tehát, hogy más inkább a karbantartás. De lehet, hogy kicsit magyar dolog. Ugye a Gödör Klub, amit nulláról újra kellett rekonstruálni 10 év után, miközben egy rendes karbantartással az a újkori ilyen csillag, na ma is, na mai igen, és mondjuk na a Gödör Klub egy nagyon jó példa, csak tökre elkalandozunk, de nem baj, hogy ezt sikerült rekonstruálni, és azóta tessék megnézni megint, hogy néz ki, pedig mennyit eltelt, 2-3 év, vagy nem tudom, vállalhatatlan. Tehát mondjuk az, ami ott működik, az ultragáz, és középület a város közepén. Na mindegy. És akkor visszatérve az épület lekövetésére, hogy nekünk szerencsénk van talán ebben is egy kicsit, mert van több olyan épület is, ahol így családi ház is például előfordul, hogy igazából ott az a jó visszajelzés, hogy kitalálja a tulaj, hogy szeretném lefedni a teraszt, és nem lefedi, hanem azt mondja, hogy fölhív, hogy figyú, szeretném lefedni a teraszt, és akkor most mi legyen. És akkor megtervezteti. Igen, ez egy jó visszajelzés. És ezek ilyen apró visszajelzések. Középületnél meg a Vulkánház az egyik, amit itt mutattam is, ahol az a nagy szerencsés helyzet, hogy annak az igazgatója hát egy ilyen velünk korú, nem velem, nem fiatalabb lány, és egyrészt alkotó művész, textil művész egyébként, és van egy ilyen nyitottsága arra, hogy tehát értékeli az épületet magát, és bármi fejlesztés van, vagy bármit módosítani kell, akkor egyből kopogtat nálunk, és kérdezi, hogy szerintünk ez hogy legyen, mint legyen. Illetve ami ott a képeken is látszott, de nyilván senki nem emlékszik rá, hogy ott volt egy ilyen nyári táborunk, ami egy hasonló történet, hogy az urbanisztika tanszéknek volt egy ilyen nyári tábora, és összehoztuk így
a vulkánházzal és annak a kertjében történt egy olyan fejlesztés a hallgatókkal, ami hozzátett az épülethez, és ez is egy ilyen tök jó dolog. De egyébként igen, ezt így erőltetni nem lehet. Ha van igény, akkor az ember úgyis szívesen megy, mert akkor ez egy öröm. Ha meg nincs igény, akkor meg beleszakadhatsz, akkor se lesz semmi. És akkor tényleg el kell engedni. Tehát... Mit javasoltok a pályakezdőknek? Egyrészt saját iroda kontra, menjünk el valahova kontra, húzzunk el egy másik országba. Menjünk el cukrászdát vezetni, mert az építészet semmire nem jó. A másik kérdés, tehát hogyha mondjuk nem a menj cukrásznak a állításotok, akkor mivel tudnak ma alkotóként a leggyorsabban, legjobban megtalálni a saját útjukat, és boldog tervezőké lenni, ez nekem egy mániám, hogy boldogság nélkül nincs jó minőség. Szerintetek? És bónusz kérdésnek még mi az életértelme? 42. Igen, szerintem is fontos az, hogy boldog legyen az ember. És ez válasz jó, szerint... De a boldogság ez csak egy ilyen végső izé volt, tehát hogy megtalálja magát és a saját útját. Ja, csak szerintem ez egy válasz is. Tehát sajnos nem vagyunk profét, vagy én nem vagyok proféta, nem tudom, meg ilyen nagyon okos sem, tehát hogy... Szerintem így mindenkinek meg kell találnia azt, amiben jól érzi magát, azt a tevékenységet, és az legyen építészet, vagy cukrászat, teljesen mindegy. És tanács és arra, aki saját irodába, vagy inkább beszállni egy irodába, mondjuk ugye más a te eseted, aki tényleg szinte egy ilyen mestertanítvány viszonyba folytattad a karriert, ami egy nagyon szerencsés dolog, de te ebben mondjuk akkor ebben látod a jó utat, vagy... Teljesen mindegy, vagy? Szerintem nincs ilyen, hogy jó út, és nem is fog kimondani ilyet, hogyha erre megy ki ez a beszélgetés, tehát, hogy vannak ilyen baromi lelkes, paradigmaváltó gondolatokkal rendelkező fiatal, ambiciózus építészek, akiknek igen, azt kell csinálni, hogy csinálnak egy saját irodát, és boldogulnak, hogy boldogulnak, de önmagukat tudják adni, és ezáltal lesz az egész hiteles, meg ezáltal érzik magukat valószínűleg jól. Valakiben az elsorolt pár tulajdonságból kevesebb van, vagy más, és akkor ő máshogy lesz boldog. És szerintem ez ennyi. Tehát... Úgy gondolom, hogy valakinek az is lehet jó választás, hogy akár elhagyja a pályát, ismerek olyat, aki nagyon boldog úgy, hogy lediplomázott, és utána vissza se nézett. Az is lehet jó megoldás, hogy külföldön próbált szerencsét, mert az is nagyon jutalmazó lehet. Viszont szerintem itthon is jó lehetőségei vannak az embernek. A saját iroda alapítással én egy kicsit szkeptikus vagyok. Én azt érzem, hogy nagyon atomizálódva van már itt az építésztársadalom, és nem biztos, hogy 30 új iroda, ami nagyon kell. Már csak azért is, mert ők sem fogják tudni bírni a tempót. Tehát mindenkinek az a problémája, hogy nincs elég kapacitása. Tehát akkor inkább találjon magának egy olyan helyet, ahol menjen el 10 helyre vagy 20 helyre interjúzni, és találja meg azt a helyet, ahol így elsőre azt érzi, hogy a legjobb hely lenne. Aztán utána lehet váltani, hogyha nem. De kicsit ilyen szemérmetlen önreklámozósan is mondom, hogy inkább tényleg menjenek el akár kisebb irodába, akár nagyobb irodába, ez habitus kérdése. Tehát, hogyha valaki így szereti az ilyen részfeladatokat, meg így van olyan, aki nem akar mindenben benne lenni, az menjen el lehet egy nagyobb irodába, aki meg mondjuk szereti a mélyvizet, de hogy nekem is sikerült így belecsobbannom ebbe, azon menjen egy pici irodába, mert ott muszáj lesz mindenhez érteni egy kicsit. És utána pedig, hogyha azt mondja, hogy mondjuk pár év múlva ebből így elég volt, akkor meg kezdheti előről ezt a folyamatot, hogy most akkor mit szeretne. Köszönöm. Igen, ez mind. Hát szerintem is a legfontosabb, hogy egyébként mindenki találja meg a boldogságát az életben, így a munkájában is. És szerintem csak az menjen építésznek, aki
akiben van egy nagyon masszív elhivatottság, hogy ő ezt csinálni akarja, mert ezt máshogy nem nagyon lehet csinálni. Mert mint az alkotó, tervező, kreatív építészetet, ugye volt szó esetleg műszaki beállítottságú, olyan konstruktőr típusú alkotó emberekről, nyilván ott is ez elég fontos, de mondjuk az egy más habitus. Tehát csak akkor menjen valaki építésznek, hogyha úgy érzi, hogy neki ez az élete. Viszont ha így van, akkor egyetértek, hogyha úgy gondolja, hogy valami baromi jó ötletei vannak, és nagyon paradigmaváltó, és lesöpri minket is, meg mindenkit itt, ezt a sok öreget, akkor csinálja meg az irodáját, és hajrá. Aki ennyire nem, az viszont egyetértek, szerintem is ne önállóan kezdjen. Ez tipikusan az a szakma, szerintem. Mondjuk ez egy nézőpont, én 14 évet húztam le, úgymond ilyen mestertanítvány viszonyban, két helyen. Szerintem nagyon hasznos volt, tehát igazából azért ez az a szakma, amihez úgy meg kell érni, vagy nagyon sok minden. Nagyon összetett dolog, amit csinálunk, nem a Pinterest bújása, hanem annál százszor, ezerszer több, és ezt azért úgy sok-sok tapasztalaton, meg sok-sok együtt gondolkodáson keresztül lehet úgy az embernek magába szívni. Köszi, és a kérdésnek a lényeg egyébként az volt, és nagyon jó, adtátok azt a választ, amit ugye vártam, és köszönöm, Balázs, hogy ugye mindenki találja meg a boldogságát, mert ez a Trust Your Architect, ez nem arról szól, hogy mi megmondjuk nektek a tutit. Az útbaigazító az nem arról szól, hogy mi tudjuk itt a kék által meghívott sztárvendégek és nagyon jó építészek, hogy mi van, hanem arról szól, hogy lássátok, hogy nagyon sokféle életút van, hogy lássátok, hogy mivel gondolkodik, mivel küzd egy építész, és utána már megint csak rátok van visszadobva a labda, tehát egy kicsit ilyen gondolkodjunk együtt, hallgassuk meg egymást, tanuljunk esetleg egymástól, de aztán rajtatok múlik, hogy mivel vagytok tehetségesek, boldogak vagy kitartóak eléggé. Mi csak példákat tudunk mutatni, szerintem nagyon jó példa volt ma este ez a 3 plusz valamennyi iroda itt, de főleg ez a 3, és nagyon. Én be is zárnám az estét, mert 9 óra elmúlt, és nem merek többet itt rakoncátlankodni a türelmével a közönségünknek. Ezért megköszönöm Balázsnak, Kristófnak és Csabának, hogy ezt a 3 kiváló irodát itt képviselték, és őszintén lehetett, remélem, beszélgetni, és remélem, hogy valamilyen módon azért hasznos volt ez a mai este nektek is. Köszönjük, sziasztok!